Jó reggelt kívánok! Eldőlt, hogy a postások kézbesítik a nyugdíjasoknak a 10.000 forintos Erzsébet utalványt. Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter a Magyar Postától gyorsabb és olcsóbb megoldási javaslatot kért, hogy minden nyugdíjas még karácsony előtt megkaphassa a kormány által juttatott 10.000 forintos utalványt. Kusovszky Imréné, az idősek tanácsának tagja. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát nyilván, ahogyan a felvezetőben is elmondtam, hogy az már biztosan eldőlt, hogy nem a hivatalnokok viszik ki majd ezt a 10.000 forintos utalványt, hanem a postás. Kérdés az, hogy mikor és milyen formában, vagy hogy történik ez? A szándék mindenféleképpen az volt, amikor miniszterelnök úr bejelentette, hogy ő szeretne adni minden nyugdíjasnak 10.000 forintos utalványt, hogy ez karácsony előtt, mert igazán azért ez a kis összegű nyugdíjasoknak jelent valamit a 10.000 forint. Bízunk benne, hogy tényleg meg tudják majd oldani, hogy 20-ától 22-23 legkésőbb megkapják ezt a nyugdíjasok, természetesen akkor postai. Igen, postások. De van erre valamiféle ígéret? Azért 2,8 millió nyugdíjasról beszélünk. Igen. Hogy ez időben megérkezhet? Azért már hetedike van. Igen, de amikor megszavaz, illetve mi javaslatot tettünk, ugye, és egyetértettünk, hogy ez egy nagyon-nagyon szuper ötlet volt. Megmondjuk őszintén, még ilyen nem volt. Egyetlen egy kormány idejében se. Akkor ő a kormány szintén megszavazta, és akkor már bejelentette a miniszterelnök úr, hogy nyomdában van, és kinyomtatták az Erzsébet utalványokat. Nyomdába úgy tudjuk, semmi probléma, elkészül, kiadják, ugye a listát a nyugdíj főigazgatóság fogja számukra megadni, és akkor természetesen a posta megviheti. Nyilván nagyon sokakat érnek, hogyha valaki nincsen otthon, akkor ezt a postán veheti. Ugyanúgy, persze, kap egy értesítést, igen, kap egy értesítést a postától, be fog fáradni a postára, és át fogja venni. Ha nem karácsony előtt, két ünnep között, ha nem két ünnep között, akkor január elején, de mindenkihez el fog jutni, de igazán a szándék az volt, hogy a karácsonyi ünnepeket, ahogy jelzem, hogy megint a kis összegű nyugdíjasoknak, azért kellemesebbé tegyük a karácsonyi ünnepet egy vacsora, ebédre, és ne gyógyszeret költse. Nem volt esetleg valamilyen ellenvetésük azzal kapcsolatosan, hogy ne Erzsébet utalvány formájában kapják meg, hanem készpénz formájában? Nem. Például a demokratikus koalíció ezt nem. Hogy az nem idősek készpénz tanácsa, amikor ezt tényleg legelőször meghallotta, nem, senki ezt nem véleményezte, nem kifogásolta, hogy készpénzbe kapjuk meg. A készpénz az megint olyan dolog, ne értsen félre, szóval az nem tudom. Nem tudom, hogy most akkor a bankszámlát növeli, ugye, mert azért nagyon sokan azt el kell mondani, hogy ugye mind átutalásik van. Könnyebb lett volna, könnyebb, ugye, hogy átutalási csekre átadjuk a pénzt, és akkor kész. De ez azért ő rögtön megkapja, bemegy, elkölti, amire akarja. Hát jó, készpénz is arra költi, amit. Hogyan látják az összeg nagyságát? Azért arra kíváncsi vagyok. Mindenfélének örülünk? De most tényleg. Én el kell mondani, hogy ugye az EMMI-nek, a Nyugdíjas Bizottságának az elnöke vagyok. December 1-én volt egy ünnepség, ahol 300 nyugdíjas eljött az ünnepségre, és ott már csináltam egy kisebb felmérésszerűséget. Nagyon aranyosak voltak. Tehát a 80.000 forintos, 120, mert akik nagyon régen elmentek nyugdíjba, azoknak általában ennyi a nyugdíjuk, és mindenki örült a 10.000 forintnak, mert ki kell azt hangsúlyozni, ilyen nem volt. És ne keverjük ezt az emeléssel, ne keverjük azt, hogy de jó lett volna, hogyha ezt hozzácsatolják a nyugdíjba. Tehát önök kvázi egy karácsony ajándékként tekítenek erre. Én nem azt mondom, hogy pulyka jegy, mert régen azért a munkáltatók is adtak, ugye karácsony előtt utalványokat, de ez egy kellemes és szuper ötlet volt. Hát ha most is adnak majd a munkát. Remélem. picit szélzás. Beszéljünk egy picit a nyugdíjemelésről. 0,9% helyett 1,6% lesz. Mennyire voltak elégedettek ezzel? Nézze, amikor először is, amikor a 10.000-et megszavaztuk, akkor ugye még az volt, hogy 0,9 ezrelékes emelés lesz, és utána
a kormány, illetve a gazdasági miniszter jött egy olyan előterjesztéssel, hogy ugye a költségvetési többletből mindenféleképpen emelik a nyugdíj százalékot. Ez kijött, hogy 1,6. Persze volt, adjanak 2-3-at. Elszaladt egy kicsit a idősek tanácsánál is, hogy jaj, de jó lenne. De azt azért ne felejtsük el, hogy a törvény kimondja, hogy minden év végén korrekciót kell készíteni. Korrekcióval meg fogjuk látni, igazán mennyi lett ugye az infláció, igaz-e, hogy 2-3, igaz-e, hogy 2-6, ez csak most én magamtól elnézést, és annak tükrében az 1-6-ot majd viszonyítják akkor a novemberi korrekciót, és biztos, hogy meg fogják kapni a nyugdíjasok. Mert azért gondolkodjunk el, annyi egy család, én mindig az államot a családhoz viszonyítom. A nagypapa, nagymama mikor boldog, amikor a gyerek és az unoka rendben van, minden. Tehát azért az államnál is az volt, hogy először elkezdte a munkahelyteremtést, a csok, a családi pótlék, béremelés, rezsicsökkentés, és most már belátta, hogy ugye a nyugdíjasok felé kell mindenféleképpen nyitni, a nyugdíjasok életkörülményeit kell jobbá tenni. És ezt a szándékát lehet is látni most már a kormánynál. Igen, tehát önök leginkább a szándékot értékelik itt, igen, és azért hogy valljuk meg, sorra, hogy sorra itt kerülünk. Végeztem csak egy roppant rövid szemítésre, hogyha valakinek nem tudom, van egy 80 ezer forintos nyugdíja, hát azért ez itt havi szinten 1200 okay, forint. Oké, persze, hogy szebb lett volna. Tétel. Csak azért, mert voltak olyan hangok is, hogy visszakapták a nyugdíjasok a 13. havi nyugdíjat, hát azért az éves szinten 12-13 ezer forint, nem akkora tételről beszélünk. Igen. A másik, hogy ugye a 2011-től 2015-ig, amit én már szintén jeleztem, hogy nem akartam elhinni, 21,1%-os nyugdíj emelés volt. Ha így viszonyítom, akkor ez azért tényleg szép. Ha úgy, hogy az idén csak 1,6-ot kapok most januárban, akkor persze, hogy nem vagyunk elragadtatva, de ha meg a 0,9-hez viszonyítom, tehát minden relatív, tehát én ezt mondom, és igazán annyit, hogy megkapjuk novemberben, ígéretet kaptunk, korrigálnak, és akkor már tudjuk biztosan, mennyi lesz az infláció. Az ígéretet pedig tudjuk, hogy meg kell tartani. Köszönöm szépen. Bízunk benne. Köszönöm szépen.